Szeretettel köszöntjük a közönséget, a nézőket, a hallgatóságot, és egyúttal köszönjük a Budapest Jazz Clubnak a helyet és a technikát, hogy ezt a felvételt megcsinálhattuk. A Szegedi Molnár Dixon Band 57 éve játszik folyamatosan. Bejártuk a félvilágot az Egyesült Államoktól Novoszibirszkig, és büszkék vagyunk a 16 lemezünkre, de játszottunk kiskocsmákban 20 főnek, de játszottunk 10 000 ember előtt egy nagy parkban, és az igazi Dixieland számok mellett swinget, ragtime-ot és a század elő összes létező stílusát játszuk. Arra is büszkék vagyunk, hogy nagyon sok világhírű szólistával léptünk föl. Ezt a mai műsort hallgassák szeretettel, amit mára összeállítottunk. Az első szám címe volt At the Jazz Band Ball, vagyis a Jazz Band a bálján. Ezt a számot legelőször New Yorkban az Original Dixieland Jazz Band vette föl, és ezért a Jazz Standardnek egy első számú nótájának számít. A következő számunk egy különleges feldolgozás, ami a zenekarunkra jellemző. Tulajdonképpen egy népdalt kerestünk földolgozásra, a Dixieland stílusra, de ez egy műdal, egy Lányi Ernő nevű karnagy, tulajdonképpen komoly zenésznek a szerzeménye. Egy kis sztori tartozik hozzá, ugyanis ez a Lányi Ernő, aki Bécsben járt egyetemre, Magyarországon telepedett le, végül Szabadkán kötött ki, és ki akarta adatni a dalait egy kiadóval. A kiadó pedig azt mondta, hogy hát majd, ha slágerek lesznek benne, akkor kiadják. Mire bement a szomszédba egy üres szobába, és megírta ezt a nótát, minek a szőke én nékem, mikor a barnát szeretem, és azután kiadták a műveit, inkább látták, hogy itt tényleg sláger, és valóban az is lett belőle. Tehát hallgassák szeretettel ezt az átdolgozást. Thank you.
Köszönjük szépen, hogy meghallgatták, és most akkor következzen egy ismert jazz standard 1919-ből, a címe Royal Garden Blues. Ez volt tehát a Royal Garden Blues, és most egy francia származású szoprán-szaxofonos Claude Luther szerzeménye következik. Ez az egy száma lett világhírű, főleg Mr. Ekölbék jó voltából, aki sokat játszott ezt a számot. Következik tehát Luther Creole Jazz.
ez volt a Creole Jazz, és következő még egy lassú szám, amely egy világhírű kanadai zongorista, kevésbé ismert szerzeménye. Oscar Petersonról van szó. Ő zongorán játszotta a Hymn to Freedom című számot. Mi azonban Dixieland zenekarra átszerveztük, áthangszereltük a számot. Következik tehát Himnusz a szabadsághoz. Ilyen lassú szám után következik egy énekes nóta. When You're Smiling a címe, és
Ez is egy nagyon régi klasszikusnak mondható Dixieland, illetve tradicionális jazz standard. A különlegessége az a számnak, hogy a kezdeti század elő hangszerelésektől eltérően modernebb hangszerelésbe fogjuk játszani. Most elérkeztünk egy komoly zenei szerző, egy angol származású szerzőről van szó, Kételbi, aki rövid szimfonikus műveket írt, néha a könnyű zenéhez is sorolják a műveit, de egyik műve In a Persian Market, és ugyanilyen címmel feldolgoztuk a fő témáját ennek a körülbelül 10 perces műnek, tehát következik egy perzsa vásárban. We'll be right back.
a perzsa vásár után következzék egy rock and roll-szerű valami. Szintén az angola szerzőpáros, és egy nagyon nagy slágert írtak 1966-ban, ami elterjedt a világban, nem csak a Dixieland zenészek között, mondhatni ez egy rock and roll. Bring Me Sunshine. Bring me sunshine in your smile. Make me happy in the while. In this world where we live, there should be more happiness. So much joy you can give to each brand new bright tomorrow. Make me happy through the years. Never bring me any tears. Let your eyes be as warm as the drum from up above. Bring me smile, bring me sunshine, bring me up to my bed, up to bed, up to my bed, up to my bed. Bring me sunshine in your smile. Make me happy all the while. In this world where we live, there should be more happiness. So much joy you can give to each man you bright tomorrow. Make me happy all the rest. Never bring me any tears. Let your heart be as full as the sun. Mivel a színpadról még nem mentünk le vastaps nélkül, most se fogunk, de mielőtt még lemennénk, bemutatnám az együttes tagjait. Zongoránál dr. Csanádi Lajos, trombitán játszik dr. Salai László, Fajszi Csanád harsonán, trombónon és pozánon is tud játszani, Szászi András a banjós, Simon Krisztián dobol, Kiszi Miklós a bőgénél, és Molnár Gyula klarinét szaxofon. Köszönjük szépen. De mint mondtam, Cugában nélkül nem mennénk le a színpadról, ezért most még egy ráadás számot is játszunk, még az is lehet, hogy még egyet, de ez most ez szintén egy olyan századelei szám, amit eredetileg egy zongora ragtime-ra írtak, és később elterjedt a zenekarok között, hogy hangszeres számként játsszák, ez pedig a That's a Plenty.
rendben van, és akkor, mivel akkora a taps, hogy még egy szám belefér, az pedig egy orosz cigány népdal, ezt úgy hívják, hogy fekete szemek Ocsi Csorné. Ocsi Csorné, Ocsi Krasné, товарищ учительница, я закладываю вам. Чак, а я лето еще не амнисим, а так есть. Саста, саста класса. Нам никто не. 46. Что к вам вот он? Калифорния. Трансильвания.